nem mozdulsz. Hétfő vagy péntek, egy hiány 20. 19-re, aki bátor lapot húz. Leszek én az, aki mindent kipróbál, hogy újat lásson a föld alól feláll. Az évek kulcsokként gyűl. Sem egy seppelje kezdte el, amit te látsz, siker és fény, Tarantino zseni, főnyeremény, de hidd el, előbb volt száz ponyva, mint a regény. Mindig vár, megszeghető szabály, mindig vár, átléphető határ, mindig vár, ezer akadály, jön, lát és győz a király. Vendégem Vavra Bence és Wagner Emil, sziasztok! Szia! Szia! Nagyon családias hangulatú kis klippet hoztatok nekünk. Én úgy érzem, hogy az elmúlt két év benne van. Miért éreztétek szükségesnek, hogy ez a videó most készüljön el? Alapvetően egy éve, amikor megjelent a lemez, pont veled beszélgettünk. Igen, voltunk, mindig velem szoktatok. Igen, és mondtuk, hogy minden dalhoz szeretnénk valami képi megvalósítást, vagy klippet, vagy valami vizuálanyagot, valami mindenképpen történjen. És ez össze is jött, mind a 14 trackhez készült valami, és ez a 14. gyakorlatilag, ami összefoglalja az alakulásunktól gyakorlatilag a 2,5 évet, úgyhogy ezért ez lett az utolsó. Ezer akadály ugye a dal címe, először azt gondolhatnánk, hogy kicsit szomorkásabb dal, de nagyon pozitív, nagyon jó hallgatni. Mi ez az ezer akadály, ez a ti életetekről szól, akár az elmúlt időszakról, vagy csak úgy általánosságban énekelsz erről, Bence? Hát igazából ez egy ilyen, hát most ebben a aktuális helyzetben ez szerintem aktuális, hú, igen. Igen. De igazából ez arról szól, hogy semmi sem egyszerű, mármint hogy és ez a dolgok természetes rendje szerintem, meg szerintünk, hogy azért általában küzdeni kell azért, hogy valamit elérjünk, és a végén sokkal, sokkal finomabb lesz, mármint hogy sokkal édesebb lesz a gyümölcs, hogyha már ilyen hasonlatokkal szeretnénk élni. Úgyhogy igen, erről szól, hogy igenis a dolgokért dolgozni kell, vagy hát az eredményekért dolgozni kell, és így lesz, így szép. Szerintem olyan érdekes a ti példátok, ti ugye nagyon sokat dolgoztatok azért, hogy felépítsetek egy hangzást, hogy szeressenek titeket, rengeteg dalotok van, nem csak úgy indultatok el koncertezni, hogy na van egy dalunk, és a többi feldolgozás lesz. Nagyon sok zeneszerzés van ebben, és aztán eltelt ez az egy év, klipeket készítettetek, és utána jött az az időszak, hogy nem lehet menni koncertezni. Ez hogy érintette a zenekart egyébként? Mert ott mindenki várta, hogy ti most elindultok, és itt egy éve még pont nagyjából erről beszélgetünk, hogy végre színpadon lesztek, ott lesz veletek a közönség. Mit éreztek ezzel kapcsolatban? Hát végül, az anyag az kész van, a koncertek kész van, nyilván azért nem esett, mármint hogy nem így terveztük, mert tényleg ahogy mondod, amikor el kellett volna kezdenünk koncertezni, és most ezt hülyénk, el kellett volna, de ahogy terveztük, tudod, hogy elkészül az anyag, akkor ugye jött ez az egész vírus helyzet, és hát igazából fura most erre, mint tudok mondani. Igen, nektek egy ilyen nagyon felfokozott állapotban akkor állt meg ez az egész, hogy ott voltatok a dalban, ott voltatok az akusztikban, és rengeteget dolgoztatok ezért, és ti nagyon tudatosak vagytok, ugye? Hát arról is híres a ti zenekarotok, hogy rengeteg képzett zenész, aki nagyon jól tudja azt, hogy mit csinál, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat terveztek is. Azért az utóbbi egy évben szerintem erre bőven volt idő. Mi lesz a következő egy évben? Biztos, hogy rengeteg tervetek van.
Hát tervünk az rengeteg van, de ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz az egy évben. Mi beálltunk arra, igen, hogy írjuk az új dalokat. Ugye szerettük volna mindenképpen, ahogy mondtam is, hogy minden dalhoz legyen vagy klip, vagy valami vizuál, ez össze is jött. Nem nagyon tudunk tervezni, nyilván tök jó lenne elindulni koncertezni, meg már azon gondolkodni, a turniállomások, meg kivel, meg ilyenek, de ez még nagyon-nagyon messze van, úgyhogy hát dolgozunk tovább. Nagyon termékeny zenekar vagytok, minden válaszban valahogy ott van, hogy és készülnek az új dalok, és csak jönnek. Stílusban milyenek lesznek ezek az új dalok? Ez a megszokott Talk Tonight hangzás lesz, és ez a nagy pozitivitás, vagy mi az, ami majd jön még? Hát egyébként szerintem a pozitivitás az így megmarad, mert alapból egy ilyen gondolkodásmódunk van. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek egy kicsit szomorkásabb vagy melódikusabb hangvételű dalok, de én úgy veszem észre, hogy a most születendő dalok egy kicsivel másabb hangvételűek lesznek, mint az eddigiek voltak. Tehát, hogy egy kicsit ez a... Hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Igen, minimálabb, ilyen mai... Mondjuk a múlt... Az előző is mai volt, pop, úgyhogy ja. Maibb. Ha egy kicsit visszatekintünk, rengeteg dalotok van. Van olyan, ami a nagyon nagy kedvenc, ha az egészből választani kell, vagy mindig az a legnagyobb kedvenc, ami éppen az aktuális? Nekem mindig az aktuális a legnagyobb kedvenc, pont erről beszélgettünk egyébként igen az adás előtt, hogy annyira jó volt visszanézni ezt a klippet is, hogy mindenhez fűződik egy emlék, hogy mindenhez jó emlék fűződik ráadásul az elmúlt 2,5 évben, úgyhogy nekem például ez a favorit most. Remélem, hogy lassan minél több emléketek lesz, és akkor azzal a rengeteg dallal majd várunk benneteket vissza. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt láttunk!